Sziasztok! Köszöntelek benneteket egy újabb videóban. Arra gondoltam, hogy megmutatom nektek most a májusi kertet, hogy miket ültettünk, milyen virágok vannak, milyen új szerzemények találhatók a kertben, és egy kicsit így körbevezetlek benneteket, de nem kell megijedni, nem csak erről fog szólni ez a videó, mert tudom, hogy nem mindenkit érdekel ez a kert téma, de azt is tudom, hogy sokatok számára érdekes lehet. Úgyhogy, ha kíváncsiak vagytok erre a videóra, akkor tartsatok velem! Itt először láthatjátok a pampafüveket. Ezek azért néznek ki még ilyen kis satnyán, mert most kaptuk őket nemrég, és most lettek elültetve. Ezzel az a tervem, hogy elválasztja az udvart és a kertet. Itt a paradicsomok, a paprikák, illetve a csípős paprika van, és ne tévesszem meg senkit, hogy ennyire száraz a föld, mert este locsoltunk, csak hát ugye az már magába szívta. Akkor itt van egy kis cukini, ebből kettő fajta van, most idén kipróbálom ezt a gömb alakút is. Nem tudom, hogy hogy fog sikerülni, nem tudom, hogy milyen lesz. Ha nektek van, akkor írjátok meg, hogy milyen a tapasztalat vele. Aztán van itt egy kis karaláb, illetve egy sor petrezselyem, és ott mellette az a kiszáradt, hát az a régi petrezselyem, ez vissza lett vágva, mert már egy erdővé fajult. És mivel van utánpótlás, ezért most már bátran visszavágtuk. Ott pedig a hagyma. Idén 3 ágyás hagymát ültettünk, mégpedig 2 vörös hagymát és 1 lila hagymát. És itt körbe, amit láttuk, az pedig büdöske. Ez így körbeveszi a kertet, azt találtam ki, hogy tök jól fog kinézni, hogyha majd kivirágzik, és akkor ilyen szép sárga, meg narancssárga színekben fog pompázni, és ez elválasztja a kertet a fűnyírós résztől, mert ugye, hogyha nyírjuk a füvet, akkor oda ráhullik a fűmaradvány. Aztán, ami még van itt, igen, ez a petrezselyem, illetve hát a karalábék, ezeknek is most már azóta csináltunk ilyen kis tányért, hogy jobban lehessen öntözni őket. Aztán itt láthatjátok az első fügéket. Ez nagy öröm, hogy most van füge, mert tavaly elfagyott. Viszont most egy csomó van rajta, és tök örültem neki, hogy a Facebookon írta valaki, hogy még októberben is terem. Úgyhogy nagyon várom. Ő pedig itt az új szerzeményünk, már mindenhol megosztottam, ahol lehetett, mert imádom ezt a kis japán fűzfát, vagy japán fűz, nem tudom, hogyan szokták használni pontosan. Aztán itt van egy kis olajfa, ez is egy új szerzemény. Nagyon-nagyon szeretem az olajfát, mindig a horvát nyaralásokat idézi, és mindenképpen szerettem volna egyet itthonra. Itt pedig látjátok a két kis piros bödönömet, amit meghagytam, mert általában minden bödönt felújítok. Gábor itt már nyírja a füvet, és ott hátul látszik az óriási akácfa, illetve mellette van egy dió. Kis szilvafák előtte, 3 szilvafánk van, de ezek is meg máshogy lesznek elhelyezve valószínűleg. Aztán itt egy kis mini fűszeres van, ami varjuhájjal kezdődik. Itt málnát láthattok, van 2 málna bokrunk, ez most már idén teremni fog. Aztán mellé ültettem ribizlit, illetve szedret, ezek még nem tudom, hogy megmaradnak-e, és hát sajnos az egres az ilyen katasztrofális állapotban van, de én azért még bízom hozzá. Itt pedig a másik 4 paradicsom, amiből 2 fa, és ezt utólag kaptuk, és nem tudtuk már hová ültetni, ezért ezt a jó kis napos helyet találtuk neki, de szerintem itt nagyon fognak szeretni. Aztán itt a terasz körül be van ültetve mindenféle növénnyel, ez itt egy kis pletyka, végig van levendula, és egy csomó leander is van, amik ugye tavaly elfagytak, ha emlékeztek rá, és itt körbe van az egész ültetve, hogy majd amikor már ott tartunk, hogy gyönyörű szép lesz a terasznak a burkolata, akkor addigra már ezek a zöld növények is megnőnek, és annyira jó kis ilyen mediterrán hangulat lesz, imádom, imádok itt ücsörögni. Kis talajtakarók vannak mindenütt, kövi rózsa, a rozmaringot meg a babérmedgyet itt visszafásítottam, tehát ilyen fásra vannak vágva. Itt is látjátok, na itt van például az egyik bödön, ott meg a másik, meg a harmadik. Látjátok, hogy mindegyik be van festve, mert tényleg imádom őket így felújítani, festeni, dekupázsolni.
és ezekbe mentek a friss leanderek. Aztán ezt láttátok az egyik videóban, hogy ide ebbe a bödönbe, vagy mi ez, teknő, ebbe büdöskét ültettem, meg még egy csomó másikféle virágot, amit így kívülről nem tudok. Aztán itt vannak a tavalyi anyáknapi rózsáim. Ezek idén már nagyon szépen megnőttek, mert ugye akkor kiültettem őket. És akkor itt pedig egy egész törökszegfű erdő van, amit majd meg fogunk szüntetni, csak most még nem volt szívem hozzá, és ő pedig egy futórózsa, aminek majd egy új állvány kell, mert ezt már kinőtte. Itt is egy leander, akkor itt ez a kis lóhera virág, amit nagyon szeretek, kövi rózsák, és ott is látszik már, hogy ez a kis kaktusz a háttérben, de előtte még itt látom, hogy ezt az oxaliszt mutatom, ha jól rémlik ez a neve, egy kedves olvasóm írta meg. A kert most teljesen rendben van téve, viszont itt a virágágyás, meg hát a virágok környéke az most elég gazos. Itt látszik is azért, hogy most egy kicsit olyan gondozatlan, rendezetlen, viszont én nekem most van pár hét, amíg nem tudok ezzel foglalkozni, mert hát lehet, hogy majd egy másik videóban mesélek róla, hogy mi történt velem. Addig most Gábor a kertet már kigazolta, és ezt is majd szerintem kifogja, csak én most nem tudok vele sajnos foglalkozni. Itt varjuhály van, aztán ott végig van menta, bazsalikom, snidlin, citromfű, kakukkfű, tehát egy ilyen teljes fűszerkert. Nem nagy, de bőven elég, mert hát ez is soha nem fog elfogyni körülbelül. Aztán ez itt az új csoda, ami még le lesz ásva, nem lesz ilyen magas. Ide két függőágy lesz majd elhelyezve, azért csináltatta Gábor ezt a vasállványt, és akkor majd valamivel be fogjuk futtatni. Ezt még nem tudom, hogy mivel, de nyilván így nem marad, le lesz kezelve majd, és akkor megy rá valami kis zöld növény, meg lehet, hogy először valami háló. Ez pedig itt a hátsó kert, és egészen addig a diófáig a miénk. És idén, eddig a diófáig, idén kukoricát ültettek bele, mert ugye valaki ezt műveli. Hopp, közben Gábor kutyákat kerget. Kettő kutyus is ide jött. Majd egyszer lehet, hogy mi fogunk belevetni valamit, és mi fogjuk művelni, de még nem most. Most itt látjátok, hogy bekevertem egy ilyen mini adag cukkini fasírtnak valót, vagy hát ilyen kis, nem tudom, ilyen berészszerű valamit akarok csinálni, mert már annyira hiányzik nekem a cukkini, ugye nyáron tele van vele a kertünk, viszont most ilyenkor még nincsen. Úgyhogy ebben nem került semmi más, csak cukkini, meg hoztam be még egy ilyen csokor petrezselymet, de ez majd a turmixomba megy már. És tulajdonképpen só, bors, meg fokhagyma bort raktam most bele. Úgyhogy ebből pár darab lesz, de most egyelőre így ennyi elég is, hogy egy kicsit földobja a napi étkezéseimet ez a kis csodálatos zöldség. És akkor megmutatom hozzá ezt is, bár nem túl gusztusos. Ez egy ilyen csicseri borsó pörkölt, és beleforgattam egy adag kuszkuszt. Ez semmi különös, csak a hagyma, a paradicsom, paprika meg van párolva, kicsit le van pirítva, és akkor ehhez hozzáadok egy adag csicseri borsót, és most nem tésztával eszem, hanem most ahhoz volt kedvem, hogy kuszkuszt rakjak hozzá. Ez ilyen, végül is ilyen csicseri borsós kuszkusz salátának mondható. És akkor ehhez tök jól fog passzolni a fasírt, meg még van tegnapról valami sült krumpli, meg még rendes húsos fasírt is van, úgyhogy szerintem elég jó tápértékbevitel lesz.
Én szeretem, hogyha jó sok zöldség van, de hát még így is keveset eszem, ennél jóval többet szeretnék. Annyi bűnöm van, hogy ez rendes étolaj, vagy heklapra forgóolaj, mert nem szeretem kiérezni az olívaolajnak az ízét, azt csak tényleg olyankor szoktam, hogy így sütéshez így befújok vele. Ha valami olyat sütök, ugye, hogyha a tepsibe sütöm, egy sütőbe, de ezt most itt sütöm a platnin. Úgyhogy most, ez most egy kicsit egészséges is, meg egészségtelen is. De szeretném, hogy most ropogósabb legyen, mert tudjátok, hogyha a sütőbe sütöm, mert úgy is szoktam, akkor kicsit ilyen puhányabbak lesznek. Így meg tök jó ropogós. Na hát nagyon gusztik lettek. Mondjuk én így szeretem, amikor így jól meg van sütve. Jóval ropogósabb. Na és pont harangoznak, úgyhogy ebédelhetünk is. Jó étvágyat! Na hát gondoltam, innen is helyzet jelentek. A garázsból, ami már nem garázs, hanem tudjátok, mosókonyha, műhely és fürdőszoba, meg egy előszoba. Úgyhogy ezt most mindjárt bemutatom, hogy most hogy állunk így májusban, mert voltak korábbi felvételeim, viszont azokat már azért nem akarom kirakni, mert még nagy kabátban vagyok, meg csukjába, és az már egy kicsit olyan régi felvétel, de majd meglátom, lehet, hogy beteszem. Mert úgy lehet ugye végül is folyamatában követni a dolgokat. De most megmutatom, hogy most hogy állunk. Na, itt mutatom, hogy a fürdőszobára már került ajtó. Szerintem, amikor legutóbb láttátok, akkor még itt semmi nem volt, vagy hát csak a gipszkarton váz állt, talán. Egy ilyen kis ajtó került rá, most még ilyen kilincs van. Ez nálunk mindig az a kilincs, ami először rajt van az ajtókon, és akkor utána kerül majd rá rendes. Aztán itt most így állunk, hogy itt lesz majd a zuhanykabin, ezen a részen. Most Gábor vicceskedett és berakta ide a régi szennyes kosarat, meg egy széket. Itt vannak a napozó cuccaim, mert ugye, hogyha megyek ki a kertbe, akkor innen csak gyorsan bekenem magam. Aztán itt semmi extra, itt még ugye semmi nem történt. De az a lényeg, hogy a WC-t tudjuk használni, hogyha esetleg kint vagyunk a kertben, és csak berohanunk, és akkor már magunkra is tudjuk csukni az ajtót. És akkor a mosókonyhám az jelenleg így áll, most már ki van belőle pakolva, mert Gábor most fogja majd elkezdeni a blettelést. Ugye itt is már a gipszkartonozás az megvan. Most glettelni fog, aztán majd kifesti. És akkor, ami az elsődleges volt, az az ő műhelye, mert hát ide ugye sok mindent be kellett pakolni. Most jelenleg úgy áll a helyzet. Hát a kosz ne nézzétek, mert kosz az még van. Itt van neki egy ilyen kis asztalkája, amin van a laptop. Ez azért kell, mert ő a munkájához használja itt kint a garázsban a laptopot, mert különböző beltéri egységeket kell művelnie. És ehhez kell a laptop. Aztán itt tehát még Csilikének ott van a helyecskéje. Aztán itt is van még egy nagyobb asztal, ahol majd lesz a, ugye ez ilyen satupatszerű, meg köszörű van itt. És akkor ott belül látszanak, hogy itt ezen a falon végig polcok vannak. Úgyhogy ez így tök jó lesz. Én is majd az enyémet valahogy így tervezem, a mosókonyhát, hogy ott is az egyik felén lesznek polcok szerintem, vagy a szekrény, majd még meglátom. És akkor itt pedig van egy tök nagy hely. Jövünk be kintről, és ezt látjuk. Úgyhogy most mennek az ilyen glettelési munkák, ezt már ugye ki is festette ezt a műhelyt. Úgyhogy alakulunk szépen. Biztosan sokan ismeritek a kapszulás trükköt, hogy hogyan lehet a kapszulás kávét újrahasznosítani, vagy hogy hogyan lehet magát a kapszulát újrahasznosítani, mert én úgy vagyok vele, hogy azért ez szerintem nem egy olcsó mulatság, főleg a miénk, mivel hogy nekünk ez a Cremesso kávégépünk van, és ehhez rohadt drága a kapszula, és mellett ugye a netről lehet rendelni, viszont a többivel, ugye a másik kávéfőző ellentétben ehhez csak ez jó, és
így elég küzdelmes ennek a beszerzése. Ezért szoktam azt csinálni, hogy a kapszulákat újra hasznosítom, ami azt jelenti, hogy összegyűjtöm az elhasznált kapszulákat, kiszedem belőlük a kávét, és utána megtöltöm rendesen a darált kávéval, és lefóliázom, én alufóliát rakok rá, és akkor ugyanúgy le lehet főzni ebben a kávégépben. Biztos sokan ismeritek ezt a trükköt, azokhoz szólok, akik nem ismerik, és mondjuk szeretnének egy kicsit spórolni, vagy nem tudom, mert azért tényleg... És az a vicces egyébként, hogy amikor megkaptuk, mert nem mi vettük, hanem úgy kaptuk Gábor tesójától ezt a kávégépet, és amikor ez meglett, akkor hát én azt mondtam, hogy én nagyon ritkán fogok ebből, maximum csak így hétvégeken, mert azért ez egy ilyen luxus dolog. Ahhoz képest szinte csak én használom, és minden nap. És az elején tökre nem ízlett egyébként, mert valahogy olyan annyira más íze van a többi kávéhoz képest. Ugye nekünk szarvasi kávéfőzőnk van, és nagyon-nagyon finom kávét csinál, de azért ez valamennyivel lájtosabb, nekem meg egyébként is nem olyan rossz, hogyha a szívem miatt lájtosabb kávét iszom. Zárójel bezárva. És akkor mutatom, hogy mi kell hozzá. Igazából ugye ja, ebben van a kávé, akkor összetévesztettem. Ebben van ugye a kávé, ez fog belekerülni. Akkor ebben vannak most a kapszulák jelenleg. De most már eléggé megfogyatkoztak, szóval ideje után tölteni. És akkor itt vannak az összegyűjtött használt kapszulák, kell egy alufólia, illetve én ilyen kis manikűr ollóval szoktam körbevágni a régi kapszulákat, ami tudom, hogy nem tesz jót neki, de ezzel a legegyszerűbb. Bár mondjuk még lehet, hogy szikével nem lenne rossz, majd lehet, hogy azzal is kipróbálom. Na, akkor lássunk neki, mert tényleg fogyóban vannak már a kapszulák. Szóval most megmutatom, hogy végül is tényleg csak ennyi, hogy itt hoppá, körbevágom. Így, és akkor kiszedem belőle a kávét, ezt utána elmosom, aztán megszárítom, megtörlöm, és akkor utána mehet bele a friss. Szóval itt van a kis kapszulatartó, és akkor ezzel a kis kanállal így megtöltöm. Az a lényeg, hogy most már kitapasztaltam, hogy jól meg kell tömködni, mert különben vízizű lesz. Jó, hát aki a gyengébb kávét szereti, az ne tömje meg ennyire. És egyébként tudom, hogy van hozzá ilyen utántöltős cucc, tehát nem kellene ezzel itt szüttyögnöm, de néha, amikor tényleg úgy szeretnék, néha, amikor úgy szeretnék magammal lenni, vagy magammal időt tölteni, csak egyedül lenni, akkor ez egy tök jó relaxációs tevékenység tényleg. Ilyenkor tudok hallgatni podcasteket, zenét is tudok hallgatni, éppen azt akarok, vagy videót nézni, ez egy kicsit sok lett. Vagy ha éppen nincs kedvem, akkor csak csendben lenni, és csak megtölteni ezeket a... kis kapszulákat. És egyébként az a jó benne, hogy amellett, hogy a maga ez a kapszulatartó vagy kapszula is újra van hasznosítva, amit kiszedek belőle kávét, azt pedig rá tudom tenni a virágokra, mert az ilyen tápoldatként működik, úgyhogy minden újra lesz hasznosítva, és minden megy a körforgásba, és ezáltal egy kicsit tudjuk óvni a földünket is,
És így mindig azzal nyugtatom magam, hogy amit mondjuk így a tisztítószerekkel elrontok, azt így egy picit jóvá teszem. Na, szóval így néz ki megtöltve. Ehhez letépek egy ekkorka darabot. És így jól rásimítom. Na most ezeket a részeit itt le lehet vágni, ha valaki nagyon precíz, de én ebben nem vagyok, mert mivel csináltam már sokszor ilyet, ezért tudom, hogy belefér így a kávéfőzőbe, úgyhogy ezzel nem töltök időt, hogy ezt még itt levagdossam. Na, és akkor így néz ki, és ezt ugyanígy át tudja szakítani a kávégépnek az a kis tüskéje. Szóval... ennyi. Most lecsöpögtetem a többit, és akkor utána az összeset betöltöm, és ezek viszont egy külön dobozba mennek, mert azért nem akarom, hogy kiboruljanak, nem mintha kiborulna. Borulás biztos. Csak azért ugye egy ilyen dobozban így hentereg, vagy nem tudom, és azért ezeket jobb így lerakosgatni. Ez a csúnya dobozba megy, ami nincs elől, hanem a szekrényben van. Na hát itt láthatjátok, hogy így szoktam őket lecsepegtetni, és akkor, amikor már nagyjából megszáradtak, akkor áttörlöm őket, és úgy megy bele a friss kávé. Egyébként, hogyha valaki jártas az ilyen kapszulás kávéfőzésben, vagy ilyen újrahasznosításban, akkor az nyugodtan írja meg, hogy az alufólia helyett mit lehet használni, mert vevő vagyok rá. Na, el is készültem a kis kapszulákkal, és akkor belemennek ebbe a kártedóros dobozba, aztán innen veszem elő őket minden nap. Szóval, ha van kedvetek elkészíteni, és nem féltek az alufóliától, akkor próbáljátok ki. Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, és hogyha még nem vagytok feliratkozva, akkor légy szíves, iratkozzatok fel, nyomjátok meg a kis csengőt, és kövessetek a TikTokon, meg az Instagramon is, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!